A szervező Barci Art Kft. Idén először meghívásos pályázatot írt ki a Color Fesztiválon megvalósuló térségi programjaiban való részvételre. Ezzel kapcsolatosan 25 település polgármestere, az ott működő non-profit szervezetek képviselői, gazdasági társaságok és egyházi jogi személyek kaptak meghívást a kötetlen beszélgetésre február 12-én. A fórumon a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról dr. Makkai Orsolya, a Kft. Ügyvezető igazgatója tartott rövid ismertetőt, majd az eddigi tapasztalatokról és az idei célkitűzésekről osztották meg gondolataikat egymással a résztvevők. A kazincbarcikai programok már túl vannak a tervezés fázisán, hiszen már számos olyan előadó van, akivel akár dátumot is egyeztettünk, és nem sokára néhány nevet nyilvánosságra is fogunk hozni, de mindannyian tudják a kedves tévénézők is, hogy a térségi programok egy nagyon intenzív szelete a Color Fesztiválnak, így lesz ez idén is. Augusztus 1-e és 20-a között a térség több települése is szándékozik csatlakozni hozzánk, és különböző produkciókat, színvonalas és minőségi előadásokat szeretnének ők is megvalósítani az adott településeken. Úgyhogy a mai nap egy kicsit ilyen interaktívabb beszélgetés volt a megjelent vendégeinkkel. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján kiderült, hogy mindenfél érdekeit az szolgálja legjobban, ha határidőket és bizonyos feltételeket szabunk a programhoz csatlakozni kívánó partnereink számára. Ennek legmegfelelőbb formájának a meghívásos pályázati kiírást találtuk, amely tartalmazza a részvételhez szükséges kritériumokat, valamint a Barci Art Kft. Által biztosított vállalásokat. Ezen kívül a pályázók rendkívül kedvező kommunikációs és marketing csomagok közül is választhatnak majd, mondta el a szervező cég ügyvezető igazgatója. Azt gondolom, nagyon pozitív volt a pályázat fogadtatása. A pályázat kiírásának egyébként alapvetően az volt az oka, hogy a korábbi években nagyon nehezen tudtunk határidőket tartani. Nyilván minden településen egyeztettünk mindig polgármesterekkel és szervezőkkel is a programokról, de kicsit elhúzódott ugye ez az időszak, és volt olyan település, aki már akár májusban vagy júniusban tudott csak választ adni, hogy be tud-e csatlakozni a fesztivál programjaiba vagy sem. Ez nekünk már kommunikáció, marketing és mindenféle a szempontból és szervezés szempontjából is egy nagyon késői időpont, úgyhogy idén legkésőbb márciusban ebben szeretnénk megállapodni a partnereinkkel. A Color Fesztiválon belül megvalósuló térségi programok célja a kistérség megismertetése a hazai látogatókkal, külföldi vendégekkel, a települések helyszíneinek, helyi értékeinek bemutatása, hagyományőrzés és ápolás, színvonalas produkciók exkluzív megjelenítése, a Color City Kazincbarcika a színes város, valamint a Color Country a színes térség márka erősítése és a Color Fesztivál jó hírének öregbítése.